Sziasztok! Ígértem egy felvételt az elvonulás anyagával kapcsolatban. Kezdjük mindjárt a ráhangolással, az alapállással. Ugye ez volt a legfontosabb része a gyakorlásunknak. Ezt úgy hívják, hogy a vucsi pozíció, vagy az őserő pozitúra. Ennek az állásnak a lényege, hogy egy olyan helyzetbe hozza az ízületeket, melyek a belső energetikai átjárókat, belső energiakapukat szabályozzák, hogy az energia szabadon tudjon áramolni a testben. A külső kapukat is használom az állásban, amelyek kapcsolódnak a környezethez. Elsősorban a láb, amely a földhez kapcsolódik. Aztán a későbbiekben, ahogy különféle gyakorlatokat végzünk vele, kapcsolódhat a kéz is, kapcsolódhat a fejtető, vagy az egész bőrfelszín, az egész bőr, mint egy ki- és belégzés tud működni. Jó, nézzük először az alapállás legfontosabb részeit. Válszélesen állok, ez azt jelenti, hogy a vállam külső éléhez a lábam külső éle kapcsolódik egy függőleges tengelyen. Lábak párhuzamosak, ez azt jelenti, hogy szimmetrikusan előre néznek. Leengedem a súlypontomat, a térdet behajlítva. Lenézek, és éppen, hogy látom a lábfejeket. Ezután, ha megvolt a térdhajlítás, akkor a térdeket finoman kifele csavarom, olyan érzés, mintha itt belül lenne egy labda, ami nyomja kifele. Aztán finoman adok neki egy befele csavarást úgy, hogy már nem esik be. Tehát úgy adok neki egy befele csavarást, hogy itt ez a rész elkezdjen megnyílni. Tehát ezt érezni fogod, hogyha csak simán ezt a mozdulatot csinálod, akkor megnyílik ez a hátsó farokcsonti rész. Tehát térdemet behajlítottam válszélesen, kifele csavarom finoman, picit befele, megnyílt ez a farokcsonti rész. Jó. A csípőt magam alá billentem, hogy ez a homorulat kiegyenesedjen, tehát nem mehet hátra így a fenék, hanem magam alá kell billentenem. Magam alá billentem a csípőt. Oké, és itt beigazítom akkor a dőlésszöget. A dőlésszöget az előre-hátra hintával tudom beigazítani. Amikor előre-hátra hintázok finoman, akkor szép lassan az első harmadon megállok, ahol a lábujjak kapaszkodnak a talajba. Itt a vesemeridián egyes pontja megnyílik. Jó, majd a következő pontnál, ugye itt bebillentettem, lefele húz ezáltal a farokcsont, minden izom laza, fölfele húztam a fejtetőt. Ilyenkor nem hátra megy az állam fölfelé, hanem inkább lefele. És ezzel nyújtom itt ezt a részt. Tehát közelít a mellkas és az áll. Tehát így oldalról jobban lehet látni. Lefele megy egy kicsit, és ezáltal fölfele megy a fejtető. Jó. Megnyitottam ezzel a gerinc csatornát, tehát lefele nyújtottam, és fölfele húztam a fejtetővel. Ezt a bájhúj pontnak nevezzük, vagy a 100 pont találkozásának, de úgy is mondhatjuk, hogy ez a korona csakra. Jó. A következőben a vállamat fogom ellazítani, ez azt jelenti, hogy leengedem mindenképpen a vállat, a váll ízület nem emelkedik el, tehát leengedtem a vállamat, és egy picit a hónaljakba bele is nyúlhatok, mintha egy ceruzát, egy filcet oda tennék, és finoman eltávolodik. Ilyenkor a könyököm fogom távolítani finoman a törzsemtől. Tehát nem engedem így lógni, hanem egy kicsit eltávolítom, de nem emelem meg. Jó? Tehát egy picit eltávolítottam. Ez a tenger fenekére hallgató terület, ez a hónaj kapu, ez kapcsolja össze a törzset a karokkal, a kar energiacsatornáival. Ilyenkor, ahogy kerekítem a karomat, az egész kar tónusba kerül, és ami a legfontosabb rész, a kezek kinyitnak, de nem feszülnek meg teljesen, nem is ernyednek el, hanem a kettő között létrejön egy
könnyed tónus, de ha figyelsz és ilyenkor megtapasztalod, akkor már önállóan egy tenyérben is változik az energiatöltése. Változhat mind a két tenyér között is, és szép lassan, hogyha figyeled, ez a változás hoz egy energiaérzetet. Jó? Tehát nem muszáj ezt itt a két tenyér között tapasztalnod ebben a pozícióban, bár ha erős a csi, akkor rögtön tudod ezt is érezni, de érzed, ahogy a kezek aktívabbá válnak. Jó? Aztán, ahogy leengedtem a vállam, kerekítettem a könyökömet, egy kicsit a mellkast beejtem, ezáltal a hátam kerekítem. Lesz egy íveltsége a hátamnak, tehát lesz egy kicsit ilyen íveltség hátul, nem ejtem be ennyire, hanem lazán. Az a lényeg, hogy a mellkasi rész legyen laza. Itt mindenképpen legyen laza. Van egy energiakörünk, ami innen indul le, aztán föl, és itt folyik le. A legfontosabb az első pontban, hogy a fejből és a mellkasból az energia szép lassan lefele tudjon távozni. Úgyhogy beszéltük a sóhajnak a fizikáját, anatómiáját és energetikáját. Ez mind megvalósul, hogyha az állást megfelelően tartom önmagától. Jó, tehát a leföldelés. Végül a nyelvhegyét a szájpadláshoz érintem, hogy összekapcsoljam a kormányzó, ami hátul jön, és a befogadó meridiánt, ami elől süllyed lefelé. Ugye ez a test szabályzása. A test szabályzása után pedig jön a légzés szabályzása, melyel a csit szabályzom, tehát ez az energia szabályzása. A légzés szabályzása úgy zajlik, hogy a hasfalat emelem belégzésnél, tehát áttevődik a légzés központja mellkasi légzésből hasi légzésbe. Belégzés és kilégzéssel süllyed. Belégzéssel emelkedik. Kilégzéssel süllyed. Puha, lágy, folyamatos, egyöntetű, vékony, halk a légzésem. Jó, és hogyha már a légzésemre is tudok figyelni, akkor arra figyelek, hogy minden izmomat ellazítom, nem feszül semmi. Ezeket a lágyék részeket is, a farizmokat, a combizmokat, mindent lazítok. Összekapcsolom a struktúrámat, és figyelem, ahogy a csontrendszerre, a vázrendszerre ültetem rá a súlypontomat. Tehát, hogyha a két végpontnak a tengelyét nézem, akkor a tengely a talpak első harmadán nyomja a talajt, és egy függőleges formában érzem, ahogy itt ezen a ponton kapcsolódok az alsó pontjához a függőlegesnek. Tehát ez lesz a felső függőleges pont. Ilyenkor a testem egy enyhe előredőlésben van, mintha egy papírlapot a sarkom alá lehetne helyezni. Tehát mintha egy picit megemelkedne a sarok. Tehát semmiképpen sem ülök így hátra. Nem az lesz a fontos, hogy a gerincoszlop legyen függőleges, mert akkor elzárom a kapukat. A gerinc egyenes, de finoman előre dőltem benne. Jó? Vagy a papírlap beférjen. Ilyenkor a lábujjak finoman tudnak kapaszkodni, megnyílik a vese meridián egyes pontja a talpon, a bugyborékoló forráspont itt ezen az első harmad ponton. Megnyílik a bájhúj pont, de alapvetően a lefele süllyedés, lefele földelés a feladat. Ha ebben az állásban időzök, ellazítom magam testileg, ellazítom magam a légzés szintjén érzelmileg, és ezáltal a fejbe áramló energia harmonizálódik, szép lassan át tud folyni a nagy égi körön, amelynek a felső végpontja itt a fejnél található, szép lassan le tud folyni, akkor a leföldelés folyamatában ellazul az elme is, a figyelem is. A figyelem nem fókuszál direktbe akarattal semmire, nem csak lazán érzékeli az állást, érzékeli a légzést, érzékeli a test minden
pontját, és ha természetben tudsz gyakorolni, vagy otthon, úgyhogy közben ki tudsz nézni az ablakon, akkor ellazulsz, ellazul a figyelmed a tájon, elkezded érzékelni a körülötted lévő teret. Itt én ilyenkor a fákat, madarakat, környezetet nézem, de nem fixen egy pontot, hanem ellazítom a szem izmait is, és érzékelem az egész teret. És egy idő után, ahogy a téged körülvevő térre rá tudsz hangolódni, megjelenik a szeretet, illetve a szépségérzet. Hát azt mondanám, elsősorban a szépségérzet. Ha képes vagy a szépséget érzékelni magad körül, akkor azzal együtt ellazulsz, és ezzel együtt megjön a szeretetérzés. A szeretetérzés pedig, mint ahogy beszéltük, egy fizikai folyamat tulajdonképpen. A szár, ebben az esetben ez a függőleges tengely, ahogy megnyílt az energiacsatorna föld és az ég között, elkezdesz leföldelődni a téged terhelő érzelmi és gondolati impulzus túlsúlya, energetikailag elkezd lesüllyedni, átkapcsol az idegrendszer a szimpatikus tónusból, a paraszimpatikus tónusba, az energia központjára letevődik az alhasi energiaközpontban, mely aktívan hozzákapcsol a földhöz. Így a nehézség lesüllyed, és a könnyedség fog felfeláramolni. Ezzel a könnyedséggel felszabadulnak az érzékszerveid, felszabadulnak az érzelmek, illetve az érzelmi nyomás, a reaktív elme átkapcsol a bölcsesség tudatra, a bölcsesség tudat az az állapotod már, amikor ellazult tudattal figyelsz, érzékeled a tájat magad körül, jobban érzékeled a színeket, fényeket, hangokat, mivel a gondolatok és az érzelmek nem terhelik már az agyadat, a tudatodat. Ebben az állapotban a szer téged táplál, tehát a rajtad keresztül áramló energia etet, táplál, szeretet, és ebben a fázisban a mosoly megjelenik, vagy te segíted a mosolyjal, a belső mosolyjal ezt a folyamatot, és a hála érzet az egyik legintenzívebb eredmény ennek az állásnak, amikor szép lassan magától megjön a hálaérzet. Miért vagy hogyan is lehet, hogy megjön a hálaérzet? Egyszerűen kikapcsolnak az érzelmek, kikapcsol a gondolkodás, és ahogy érzékeled magad körül a tájat, a teret, a rajtad keresztül áramló energiát, egyszerűen felébred benned a hála és a hálával kapcsolatos finom érzetek, gondolatok, amiket nem ragadsz meg, hanem hagysz tovasuhanni. Tehát nagyon örülök annak, hálás vagyok annak, hogy itt állok, hogy ezt az érzést tapasztalhatom, hálás vagyok a térnek, a természetnek, hálás vagyok az otthonomnak, az életemnek. És ahogy ez a belső érzet átjár, úgy megéled a hálát. Tehát nem egy gondolat, egy kreálmány, hanem ezt meg tudod élni. És ebben az állapotban időzöl. Jó? Tehát ez a legintenzívebb, legfontosabb csikung gyakorlatunk. Ha nem tudsz más egyebet csinálni, csak is ezt, beállítod az állásodat, és a légzésedet szabályozod, megnyugtatod az érzéseidet, az érzelmeidet a struktúra figyelése által, a lefele légzés által, a lefele földfelé kilégzés által, a lazulás által. Minél jobban rálazulsz, és minél jobban rálazultál, minél jobban leföldelődtél, annál könnyebben jelenik meg a tudatodban a jelenlét, a jelenlétben a szeretet érzése, a hála érzése, és a mosoly. És hagyd, hogy átjárjon az energia, vagy hogy körbevegyen, egy a téged körbevevő energiát tapasztald. Mosolyogj. Jó. Tehát ez a húcsi pozíciónk, még egyszer ismétlésként a struktúrának a felépítése, tehát válszéles terpeszben behajlítom a térdemet, úgyhogy a lábujjakat éppen, hogy eltakarom. Finoman kifele csavarom, finoman befele, de megtartva a kifele csavarás, tehát tónus van belülről kifele, tónus van kívülről befele. Csípőmet magam alá billentem, az ágyéki gerincszakasz kiegyenesedett, ezzel lefele húztam a farokcsonttal a struktúrámat. Fölfele nyújtom a
koronaponttal, bájhúi ponttal a gerincet áll, közelít a mellkashoz, mellkast lazítom, vállak lógnak, ceruzák a hónaj alatt, nyitom laogong pontokat, szívburok meridián 8-as pontja, tehát kinyitom szép lassan az ujjakat, nyelvhegyit a szájpadláshoz érintem, lazítom a mellkast. És hagyom, hogy kibontakozzon a légzés által, a földelés által minden folyamat, amiről beszéltem, illetve amit majd te magad is tapasztalsz. Jó gyakorlást kívánok!